Ahogy szerte Európában, Székesfehérváron is nagy hagyománya van a farsangfarki mulatságnak, amelyet városunkban a Szabad Színház csapata révén köszönhetünk évről évre. A belváros szívében idén is sokan választották ezt a programot, amelyben először az országalmához vonult a nép Danny Bain és Ágoston Béla kíséretében, hogy kiűzzék a telet köszöntve a tavaszt. Ezt gyakorlatilag hagyományosan minden évben megrendezzük, és hát tort ülünk a télen, azaz fánkkal búcsúztatjuk a farsangot, és hát az idén az az újdonság, hogy Ágoston Béla és Danny Bain is velünk lesz. Visszaérkezve az igézőhöz, Szabó Miklós veretes gondolatokkal szólította meg a természetet visszavonulásra, játékos imájában megerősítést nyert, hogy a hosszú téli időszak után ideje van a napsütéses tavasznak. Csak úgy, mint a korábbi években farsangfarkán, hogy mulatsággal búcsúzunk a farsangi időszaktól, és hát egyben kis seprűzzük a telet Fehérvárról. Ugye, mint minden évben most is lesz hóember, kiseprűzés, az országalma körül télkitáncolás, illetve most ez egy új programelem lesz, hogy lesz egy bőgő temetés. Ennek egyébként itt Fejér megyében, illetve Fejérváron is vannak hagyományai. Ez most itt az igéző előtt fog megtörténni. A farsangfarki menet visszaérkezését követően nagy és várva várt kihívással folytatódott az ünnep. A gyerekek fánkevő versenyen mutathatták meg elkötelezettségüket a farsangi finomság iránt, a versenyen pedig, ahogy minden évben, természetesen mindenki győztesnek vallhatta magát.